magyar államalapítást, Szent Istvánt és az új kenyér ünnepét ünnepeljük, és ezt mindig is akár lehetett, akár nem, a magyarok igyekeztek méltatni, akár a templomokban, akár a családi körben. Néhány évtized újra szabadon lehet ezt ünnepelni, és hagyományosan Kárpáti Magyar Kulturális Szövetség egyik rendező itt van Aknaszlaténán, ugye itt a régi bányászvárosban, a végeken, Máramarosban, ahol ugye a magyarság őrzi ezt az ünnepet, hiszen a itteni templomot Szent Istvánra szentelték föl, ez ugye itten búcsúnapja is, és hagyományosan ugye utána pedig egy kis ünnepséggel is megemlékeznek az államalapításról. De nem csak itt, hanem azt hiszem, hogy Kárpátalra szeretett történnek ilyen ünnepek, és az egész Kárpát-medencében, hiszen Szent István kétségtelenül a magyar történelemnek az egyik legjelentősebb alakja, az, aki létrehozta a magyar államiságot, akinek a tevékenysége következtében a magyarság zöme fölvette a kereszténységet, vezette az írásbeliséget, a vármegyerendszert, püspökséget tudott részre, új hadsereget, pénzt bevezette, és ugye enélkül alig maradhatott volna fel a magyarság. Persze azok akkor, ezek a dolgok még nem stabilizálódtak, és a Kárpát-medencei magyarság rendkívül nehéz volt a története, számos alkalommal bomlott fel a magyar állam, vagy került jelentős része idegen uralom alá. És mondom, ebben segített mindig az újrakezdésben Szent Istvánnak az emlékezete, hiszen ő volt az, aki biztos alapokra helyezte a magyar államiságot. Nagyon nehéz dolgot kellett neki megoldani abban a korban, hiszen részben be kellett integrálódni az akkori Európába, fölvenni a kereszténységet, keresztény királyságot szervezni, ugyanakkor meg akart őrizni a magyarságnak a függetlenségét, és azt, hogy a magyar kultúra is átalakulva is, de fennmaradjon. Azt hiszem, ezek a feladatok álltak a későbbi nemzedékek előtt is, és ezek állnak előttünk is itt a Kárpátalján, hiszen ugye 1019 év után, a magyar állapotás után újra nehéz helyzetben vagyunk, hiszen gazdasági nehézségek miatt nagy az elvándorlás, el akarják venni politikai és oktatási nyelvi jogainkat. Mert fontos nekünk ilyenkor összegyűlni és elgondolkodni azon, hogy mit hozott ez az ezer esztendő, és megtenni azt, ami lehetséges ezen körülmények között is, mint ahogy Szent István is megtette a maga korában.